1913-at írunk. Európában készülődik az első világháború. Németországban az egyik legnagyobb gyógyszergyár kifejlesztette azt az ajzószert, amit ma Ecstasy néven ismerünk. Az Egyesült Államokban Arthur Wine úr feltalálta a keresztrejtvényt. Mary Phelps Jacob kisasszony véget vet a fűző diktatúrájának, megalkotva a kombinét. Dr. Sigmund Freud a modernisták nagy örömére terjeszteni kezdi alapeszméjét, miszerint az elmében megforduló összes jónak és rossznak a gyökere a nemiség. Eközben Spanyolországban több a rejtély, mint a világos szó. A testet illik eltakarni, és extázist talán csak Szent Teréz okoz. De ami a nemiséget illeti, arról sokat lehet beszélni. Olyan sokat, hogy erről akár egy filmet is lehetne forgatni. Tudat alatt. Zene Sergio Moure. Fényképezte Jaime Peracaula. Írta Joaquín Oristrel, Teresa de Pelegri és Dominic Harari. Rendezte Joaquín Oristrel. Salvador! Ne is hazudj, Leonnak szeretője van, ugye? Ne próbáld mentegetni a barátodat, ne keress őrügyeket. Van másik nő? Nem hinném. Akkor nagyobb a baj, mint gondoltam. Mi történt? Esküdj Istenre, hogy nem mondod el senkinek. A te is te vagy. Agnosztikus vagyok, de mindegy, esküdj. Esküszöm. Ma délután, mikor hazaértem, felmentem a felvonón a főlépcsőházban. Egyszerre fura előérzet fogott el. Hideg rémület sajtolta össze a szívemet és a gyomromat. A lakáshoz lépve nyitva találtam az ajtót. Mingáró asszony! Leona rendelőjében ült. Ott ült és visszafojtottan zokogott. Azt mondta, legyen minden az enyém, a lakás, a vagyona, minden az enyém. Megkérdeztem, mi történt, mire azt felelte, nagyon szerettelek, de el kell mennem, mielőtt mindennek vége. Szeretném, ha megtartanád a lakást, a vagyont, minden a tiéd. Mi történt? Az Isten szerelmére, ne faggatózz többet! De mégis, mi van veled? Nagyon szerettelek, Alma, de most el kell mennem. Hogy érted, hogy szerettél? Alma, sajnálom. Leon, gyere csak! Ne hívd a rendőrséget! Miért? Mit követtél el? Mi történt? Nem mondhatom el neked. Nem tudtam, mit évő legyek, hát ide jöttem. Mire hazaérsz, ott ül majd köntösben, és megkérdezi, mi lesz a vacsora. Nem hinném. Salvador, Leon kétségbe volt esve. A kétségbeesés Leon régi rossz szokása. Minek is erősködöm, ha téged hidegen hagy? Alma! Hazatért már az úr? Nem. Nem is hívott? Nem. Ő a sógorom, dr. Pifarré. Értem. Jó napot. Mi tartott ilyen sokáig? Szörnyű fejfájásom van. Próbáltam el az aspirint? Irtózom a modern gyógyszerektől. A világ halad előre, akár tetszik, akár nem. Hát nem tetszik.
Egy hónapja szolgál ide, mintha egy évszázad lenne. Kissé kapatos. Ki nem állhatom. Csak hogy Leon elragadónak találja ezt az asszonyt. Bizonyára klinikai eset. Keressünk valamit. Az egy termékenység istennő. Salvador, a Recamier. Ide húzták. Ez bizonyítja, hogy járt itt valaki, az, akit láttam lefelé rohanni. Lehetséges, vagy egyszerűen olvasgatott. Összegyűjtött művek dr. Sigmund Freudtól. Szerelem és hipnózis. Hogy vettétek meg ezt a szemetet? Ez egy zseni alkotása. Salvador, itt egy hajszál! Itt egy hajszál, nem Leoné, ő szőke. Ez is mutatja, hogy járt itt valaki. Bizony, nő lehetett. A nővére. Mondja meg, hogy jövök. De ne említse, hogy itt a férje is. Én nem füllentek. Maga azt teszi, amit én mondok magának. A kis szalomban fogadom. Miért nem mondja meg a nejemnek? Azért, mert ha meglát, sok kérdése lesz. Nem szeretném, ha értesülne erről, míg nem tudjuk, mi van Leonnal. Salvador, te jobban ismered nálam. Azt fogja hinni, hogy viszonyunk van, hisz betegesen féltékeny. Kislánykorunk óta meggyőződése, hogy minden férfi engem választ. Szervusz, Olivia. Hogy érzed magad? Kissé fáradtan. Épp most pihentem le. Szörnyű nagy a hasad. A végén még ikrek lesznek. Nem, a doktor csak egy bébit tapintott. Kelengyét vartam. Nem kellett volna. Ez a keresztelőre lesz. Nagyon szép. És ez meg. Ha meleg van. Soha nem fogok teherbe esni. Mit beszélsz, Olivia? Tudom. Salvador nagyon jó ember, igen. De... Te nem éled meg a poklok kényes, ha Leon... Mikor? Ha házas életet éltek. Nem. Salvador a kézkényszenvedés. Olivia, figyelj csak! Szenvedek. Szörnyen szenvedek, hugom. Ő is szenved. Napokig bírja, hetekig, hónapokig egy ujjal se nyúl hozzám. De ha egyszer késő éjszaka... Megengedem, hogy közelítsen. Hát... Nagyon fáj. Nincs túl sok összehasonlítási alapom, de azt hiszem... Azt hiszem... A mi csodája borzasztó nagy. Mégis mekkora? Hát ekkora. Most mit nevetsz? Nem nevetek. Számomra ez tragédia. Gondolom. Leoni, van ekkora? Nem. Rögtön tudtam. Kettőnk közül mindig te voltál a szerencsés. Olivia. A falloszában nem szabad külön entitást látnod. Salvador a fallosza, a fallosz meg Salvador mindketten boldoggá akarnak tenni. Te is tedd őket boldoggá. Figyelj, van valami, ami sok örömet szerez, és egyáltalán nem fáj neked. Mi az? Ha
És te meg, Leon? Persze. Na jó, majd később benézek. Ma itt vacsorázom. Nagy örömmel venném. És Salvadornak nem mondd el, már hogy dohányzom. Isten veled, Olivia. Szervusz. Mit bámulsz? Ne légy neveletlen. De hová négy? Salvador, várj! Most mit tegyek? Hívd a rendőrséget. Arra kért, ne tegyem. Akkor is. Nincs más segítségem. Szeretném még bejelenteni, hogy éppen ma kaptam megerősítést kábelen, hogy nem sokára megtiszteli szerény klubunkat a sok polémiát szító bécsi orvos Sigmund Freud. Bravo! Bravo! Két héten belül ellátogat ide. Közvetlenül Egyesült Államok beli útja után. De ma este nagyra becsült vendégünk jön. Olyas valaki, akinek nem hiányzik a botrány, sem a hírverés, hogy saját jogán ragyogjon a tudomány fennkölt égboltján. Fogadják szeretettel dr. Alzheimert! Guten Abend, verehrte Doktoren und Herren. Es ist meine große Ehre, hier sein zu dürfen, um... Jó estét, kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, mert... Um zu sprechen vom Verlust von... És elmondhatom annak elvesztését. Ich kann mich nicht erinnern. Von Verlust... Von vom Verlust das Er verleitete Lányom, szeretném, ha tudnátok, az új diagnózis szerint agytumorom van. Úgyhogy fél éven belül várhatóan meghalok. Fájdalmas folyamat lesz. Hosszadalmas. Oly elkerülhetetlen tünetekkel, mint a fejfájás, hányinger, látásvesztés, valamint az impotencia, az önuralom elvesztése, akaratvesztés, személyiségvesztés. Ne sírj! Minden értelmes ember tudja, hogy az élet véget ér egyszer. És semmit sem lehet tenni? Semmit egyáltalán. Ja, és ne aggódjatok, a temetés miatt a kórházra hagyom a testemet. Te is lányom, Alma, édes lányom. Nem. De ha sírni akarok, hát sírok. Jó. Kérem! Jut eszembe. Miért nem jött el, Leon? Mondtam neked, hogy borzasztóan fáj a foga. Milyen kár? Személyesen akartam elmondani neki, hogy milyen döntésre jutottam az utódlásomról.
Ki kell jelölni, ki lesz a helyettesem a kórházban. Igen, nehéz döntés, hiszen te, Salvador, csodálatos jelölt lennél. De úgy döntöttem, hogy inkább Leon legyen az utódom. Nem igazság. Salvador már évek óta a kórházban dolgozik. Salvador olyan, akár az acél, szilárd, törhetetlen, hideg, de úgy érzem, földcsuszamlás vár az emberekre, ide szabad gondolkodó kell, egy fantáziadús ember. Valaki, aki a jövőt figyeli. Egyetértünk? Na. Gyönyörű. Küzdened kellett volna érte. Na persze. Mondhattam volna, hogy elnézést, de a tumor elvette az ítélő képességét. De mindig álma nyer. Olyan frivol korszakban élünk. Ez a nagyszájúak világa. Leon igazán az. A te értekezésed sokkal jobb. Honnan tudod? Hisz nem olvastad. Különben más sem olvasta. Olvast fel. Olivia, ugyan már? Kérlek. Olivia, nem. Rendben van. Anyámat sosem érdekelte apám hivatása, és mindig boldogtalanul éltek. Az érzelmesség... Mirigyes rendellenessége. Ez lenne a címe? Igen. Ez csodálatos. Amint tudjuk, az emberi viselkedés empirikus vizsgálata, mely a viselkedés azon ágára összpontosít, melyet közönségesen érzelmének neveznek, a következtetés, amire jutottam, az pedig ellentmondani látszik... Folytasd! Ellentmondani látszik mind egyrészről az empirikus iskolának, másrészről az asszociációs iskolának. Tehát a motiváció pedig... A motiváció... Sajnálom. Ne, Olivia! Olivia! Salvador! Hagyjon! Ezt elkerülhettük volna, de nem figyeltél rám. Miért? Nem értem. Ez Leon autója. Egy fekete hiszpánó Suiza. 10-ből 9 automobil a városban fekete hiszpánó Suiza. Istenem. Igen? Leesett. Mi? Oh. Leon biztos meghalt. Megálmodtam az éjjel. Beléptem a felvonóba, és odament esett. Fogtam a parapléimet, de a helyén csak Leon találtam. Próbáltam kinyitni, de nem bírtam. És? Freud szerint, ha valakinek a haláláról álmod, szeretnéd, ha igaz lenne. Gyere el velem a hullaházba, mert egyedül nincs erőm hozzá. Ki lehet? Arra célzol, hogy nem ismerem fel a saját férjemet? Elnézést, de az orvosok szerint asszonyról van szó. Mit keresett egy nő a férjem autójában? Nem tudod, hogy az övé volt-e. Ez itt.
Egyedül ez maradt meg a baleset után. Ez egy medalion. A kedvesemnek tének. A király. Hogy? A király. És a té az Tortola. Tortola? Tortola. Leon egyik páciense. Tegnap sikerült kinyitni a lezárt kommódot. És ezt találtam. Egy revolver. És az értekezés. A tanulmány 4 páciens esetei alapján készült, az egyikőjük egy Tortola nevű balerina. Az a té lehetett Teresa vagy Trini, vagy te. Amelyemet te. Jó, de ez így Tortola. Minden egybe vág. Szenvedélyes neurózis, üldözési mánia, azzal a rögeszmével él, hogy megölhetik, mert fontos szeretője volt, és már azt is tudjuk, kicsoda. A király. Mit gondol? Leon rájött, hogy veszélyben forog, épp ezért kellett eltitkolnia. Szóval úgy érti, a király megparancsolta, hogy... Köszönjük szépen. Éljen a köztem! Éljen! Megőrültél? Nem értem. Te rögeszmés lettél. Esküdnék rá, hogy ismerem. Na, jól van, menjünk. Jöjjenek csak, uraim! Az apád. Habár tanulmányok bizonyítják a különbséget az agytérfogatok nagysága között, vitathatatlan bizonyítékok vannak, hogy az asszony épp olyan értelmes, mint a férfi. Nem tudom elkerülni. Mindig ez történik velem, ha hallgatnom kell apám előtt. Anyám betegsége alatt apám állandóan csődet parancsolt rám. Azt mondta, ha eleget tud pihenni, akkor meggyógyul. Egy napon 12 órán át hallgattam, és... Az asszony szívósabb nálunk. Ám a hisztéria jellegzetesen női betegség. A nemi erőszak pedig férfi baj. Az asszonyok odabent őrülnek, meg a férfiak odakint. Itt van példának az öngyilkosság. Mi felakasztjuk magunkat, az asszonyok vízbe fúlnak. Tudják, miért válaszolják a férfiak a kötelet? Nem. Mert keményebb szerszámmal halsz meg, mint egy kandelláber. Egy vas kandelláber, nővérek, vagina, beteseid, valvula, pollen. Félek, a tumor gyorsabban tör előre, mint gondoltuk. Szegény apa. Várjon! Tolvaj! Várjon! 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 Engedjen! Hagyjon! Hiszen ez Tortola a medalionról. Most mire készülsz? Megyünk. Fél órán belül itt hagyom a rendelést. És ha Leon élete ettől a fél órától függ... Augusztus 3-a, Tortola ismét nevet változtatott. Nemrég még Palomának és Urákkának hívatta magát, most Alondrának. Hisztériás rohamot kapott, mikor olvasta az Új Világ kalendáriumban, hogy egy fiatalember meggyilkolt egy gyermeket úgy, hogy egy egeret dugott a szájába, mire a fiú szörnyet halt. Úgy értelmezi, hogy ezzel őt fenyegetik. Miután elmentem, beszereztem egy példányt, és azt olvastam, hogy egy gyermek belehalt a rossz bánásmódba, de fehér egeret nem említettek. Ez utóbbi a beteg delíriumában jelent meg. Bravo. Az asszony, aki Leon nyomára vezet, nem más, mint egy tolvajbalerina, aki fehér egereket lát. Minden szimplifikálsz, retrográd alak vagy. Na, neked nem kell kiválasztottként Bécsbe mennem a pszichoanalitikai társaság üléseire, Freud házába, hogy diagnosztizáljam ezt az esetet. Alkoholizmus, prostitúció, szegénység. Ez a valóság, amit Leon is ismerhetne, ha ő is a kórházban dolgozna, de ő nem ért semmit. Féltékeny vagy. Igen, kire? Egy komoly lovagra, aki magára hagy egy asszony szülés előtt. Bent van. Leon akár a fürdőben is lehet. Rossz előérzetem van. Tényleg? Ahogy a halottas házban is. Ne gúnyolódj egy várandós nő megérzéseit, igenis tudhatom. Várj! Egy pillanat! Vagy te, vagy én.
Majd én. Tessék. Ha nem jövök 10 percen belül, hívd a rendőrséget. Hm? 5 perc. Ha 5 percen belül nem jövök. Tudsz vezetni? Menjek inkább én. Jó napot. Jó napot. A hölgyel szeretnék beszélni. Szóval Murciano küldött? Igen. Van orvosi igazolásod? Tessék? Barátom, a papír, hogy nem vagy vérbajos. Mindegy, gyere. Nekem olyan mindegy, de Torti nem fogad senkit, amíg nem látja a papírt. Te is meglátod. Lova. Néném. Nyugalom, csak én vagyok. Mielőtt belépsz, kopoghatnál, barom. Itt nincs sajtó, édesem. Egyre ocsmányabb helyeken csináljuk. Én művész vagyok, nem egy lotyó. 10 perc múlva kezdhetünk. Hoztad a bizonyítványt? Nem, egy pillanat, asszonyom. Vedd fel az egyenruhát. Na jó, elmondom. Lovassági tábornok vagy, és sebesülten térsz vissza az afrikai háborúból. Én pedig az átlagos, könnyűvérű nő, aki visszaadja az életkedved. Hm? Vedd le az akódat. De... Az akódat vedd már le. De nézze, előbb szeretem... Vedd már le az akódat. Az akódat vedd le, az akódat vedd le. Leveszed az akódat? Nézze. Két hoztatok nekem. Jó, leveszem, leveszem. Na jó, előről kezdjük. Hm? Aztán megkérsz, hogy húzzak csizmát. Aztán úgy bánsz velem, mint egy kancával. Meglovagolsz, és megversz engem a korbáccsal. Ezzel a korbáccsal, ha? Trükkös darab. Aztán vigyázz a hátsomra, jó? Borzasztóan érzékeny, minden meglátszik rajta. A kliens azt szereti, ha hátson harapsz, és megfogod a mellemet. Vigyázat, színjáték az egész. Ha kárt teszel bennem, letémem a tövedet. A mindenit. Vedd már le ezt, vedd fel az egyenruhát, begyakoroljuk a szerepet. Aztán megmosakszol. Az alsódat megmosod, a többi nem fontos. Elég, asszonyom, kérem, én azt hiszem, hogy itt egy kis félreértés lesz. Maga doktor Pardo páciense, ugye? Te nem vagy művész? Nem. Nem, már megmondtam, hogy van egy kis félreértés. Azért, ne üljön meg! Kérem, asszonyom, ne üljön meg! Mondd meg Alonsónak, hogy már meggyógyultam, hogy senki nem tud semmit. De melyik Alonsóra gondol a neve előtt sorszámban? Nyugodjon meg, nem akarom bántani. Dr. Pardo sógora vagyok. Mi történt? Semmi, csak éppen... Maga aztán vérbeli művész. Asszonyom, csak pár kérdést szeretnék feltenni. Igyen nekem. Nyugalom. Mondja meg, hogy soha nem adtam fel őt. Soha senkinek nem mondtam el. A járadékom miatt sok rossz akarom van, és valaki kirabolt. A rákövetkező nap levelet kaptam aláírás nélkül.
A hallgatásért cserébe 1000 pezetát kértek. Honnan szedjek én 1000 pezetát? Annyira elkeseredtem. Akkor mentem el dr. Pardóhoz. Értem, jöttek. Nem érdekes. Készen állok rá. Magammal viszem a titkomat. Kérem a filmszalagot. Mit csinál? Mit csinál? Asszonyom! A csendőrségtől küldtek, ugye? Nem, nem. Én orvos vagyok. Rukázok. Várjon! Mit keresel itt? Menjünk! Mondd meg, hogy szeretem őt! Hogy soha nem fogom elárulni! Ő lesz az, semmi kétség, borzalmas mozgókép, de ő az. És ha azért tette, mert élvezte... A filmet? Nem, azt, hogy megkorbácsolják. Ha. Az apja túl szigorú volt hozzá, kiskorában gyakran testileg fenyítette. Dr. Frankensteinnek hívta őt. Hm? Nem olvastad Mary Shelley-t? Alma. Én nem tudom, hogy mondjam el. Igazad volt. Leon meghalt. Igen. Tortolás arrolás áldozata lett. Leon fizetett volna helyette. A találkozó helyen éppen ott ütközött az autó. Hm? Nem, jól vagyok, nem fogok elájulni. Akkor jó. Alma! Alma! Hogy kerül a karjába? Nem működik a felvonó? Hozol repülősót. A konyak jobb. Sót kérek. Csak nem szülni fog. Csak gyászol. Most tudta meg, hogy a férje megboldogult. Félreinformálták, mert az úr itthon járt egy órája. Hogy nézett ki? Milyen állapotban volt? Táskás szemek, beesett arc. Mintha rég nem evett volna. Érdeklődött felőlem? Alig-alig. Nem mondta, hogy mindenhol keressük? Nem engedett szóhoz jutni. Őrült módon keresett valamit a rendelőben, de bármit is akart, nem találta meg. Üzenetet hagyott. Tessék. Tessék? Üzenetet hagyott. Pusztítsd el az értekezést, érted ezt? Alkohol és gáz van a komódon. A 4 páciens közül az egyik szaladt le a lépcsőn, ez egész biztos. Ez kész őrület. Leo mégis meghalt, Leo mégsem halt meg. Te pszichoanalízissel ütöd el az időt. Igen, értelmezed a jeleket, miközben az igazság az orrod előtt ordít. Tényleg, és mi az? Elhagyott egy nőért. Ilyen közönséges okból biztos nem hagyott volna el. A 9. hónapban vagy. A 9. hónapban megrémült a felelősségtől, lelépett egy betegével. És már megbánta, amit róla írt, és megsemmisíteni a dolgozatot. Te csak reméled, hogy nem tér vissza, és rád marad apám állása. Lehetséges lenne. Te is ilyen igazságtalan vagy. Akár a többiek. A kisebbségi komplexus beszél belőled. Nem kisebb vagyok, csak szegény. Talán mert te meg a családod mindig kihasználtatok. Leon a fakultáson, apád a kórházban, és most te.
Nyugodj meg, a közeljövőben nem lesznek szegények és gazdagok, mindenki egyenlő lesz. Marx mondta, hadd segítsek. Ugyan? Marxot se olvastad? Kérem, vissza az órámat, megyek. Előbb még hipnotizálj. Tessé? Láttam azt az embert, aki lefutott a lépcsőn, de ez a látvány nem illett bele a világképembe. Úgyhogy egyenesen a tudatalattimba ment. Ha hipnotizálsz, talán előhívjuk. De teljesen megbolondultál. Tudom, nem hiszel az ilyesmiben, Salvador, de ez az utolsó szívesség, amit kérek. Esküszöm. Kérem az órát. Esküszöm, semmi más nem kérek. Hadd vissza. Esküszöm, Salvador. Hipnotizálj. Elálmosodtál. Már nagyon álmos vagy. A személyed elnehezül. Egyre nehezebb. És most olyan, mintha kedves ujjak cirógatnák, egy szeretett kéz, mintha rásimulna a kebledre. A kebledre. Tessék? A kebledre. Salvador! Hát ezt nem hiszem el. 3-ig számolok, és fel fogsz ébredni, mintha semmi se történt volna. 1, 2, 3! Tapsolok egy nagyot, és fel fogsz ébredni, mintha mi se történt volna. Alma, szeretlek. Szeretlek. Te vagy életem nagy szerelme. Ja, Salvador, de... Veled ébredek. Veled alszom el. Veled álmodom. Ahányszor meglátlak, rám tör a vágy, hogy megcsókoljam az ajkat. A karomba fogni. A fejem a kebledbe temetni. Salvador, a nővérem ura vagy. Azért vettem el, hogy a közeledben lehessek. Nem mondj ilyeneket. Ha lefekszem vele, a te arcod lebeg előttem. Ne mondj ilyet, ez nem tetszik. De tetszik. Nem tetszik. Élvezd. Nem. Hagyd ott azt a bolondot. Ha? Gyere velem. Argentínába megyünk. Ott az új világ. Elég. Salvador, gyere, elég. Gyere velem. Elég. Ott maradsz, amíg visszajövök, megértetted? Várandósan kövér angyalnak tűnsz. Még jobban tetszel. Mi baja van? Miért? Mert elég sápadt. Émelygek. Igen. Itt a szoptatós dajka. Sajnálom, nincs túl sok időn fogadni. Jó, de vetne rájuk egy pillantást. Csak egy pillanat. Jól van. Én így szeretem. Nem árulok zsákba macskát. Aha. Nem szokott gint inni? Nem, asszonyom. A bérem egy pezet a kilonként, amivel a baba gyarapszik. 2 a ikrek. Jó napot, kollégák! Jó napot kívánok! Leont választottad, mert Alma a felesége. Hogy mondod? Mindig jobban szeretted őt. Igen. Mikor születtem, fiút vártál. Engem nem is akartál. A házasságtól nem vártam semmit, se fiút, se lányt. Csak azt, hogy anyát hagyjon békén. Más valakibe voltam szerelmes. Most, hogy meghalok, elmondhatom. Reménytelen szerelem. Romantikus. Jaj, apa. A történelem ismétli önmagát. Lányom. Piszcsók? Júj. Már megint zokogtál. Sokat késtél. Biztosan panaszkodott, hogy nagy a szerszámom, mi? Na mindegy. Ezek a férfiak boldogak lennének, ha ekkora lenne nekik. Magát is beleértve, öreg. Salvador.
Nem olyan nagy. Te vagy túl szűk. Apa. Talán ittel? Kábítószert fogyasztottál? Miért érdekelne engem, hogy mit gondol maga? Hiszen 5 éve dolgozom a taposómalomban, már 5 éve. Maga volt a példaképem. Még a szakállam is hasonló. Csak az enyém nagyobb. Salvador! Elhallgass. De minek? Hogy kinevethessen. Tumor. Arrogancia tumor, az a baja. Bort ide. Engedelmével. Na hát, Carlitos. Dr. Pifarri. Te mit gondolsz erről? Mondd csak... Szerinted... túlméretes? Ja, Istenem! A nagyság a szépség alapja, uram. Kész költő vagy, Carlitos. A sógornője üzentetett. Igen? Mit? Ezennel elbocsátlak. Menjünk, lányom. Ne gyere haza. Menüt óhajt vagy az étlapot? A nővéred kirúgott. Tudom. Apád meg elbocsátott. Azt is tudom. Kapitális marhát csináltam magamból. Áll a neked. Már megbocsáss, de nem tehetek róla, hogy hipnózisba ejtetted magad. Miért hagytál távozni ilyen állapotban? De én nem hagytalak. Mintha nem tudnád, hogy ha a tudatalatti kiszabadul, az a természet ősereje. Nem tudtam, és nem is vagyok rá kíváncsi. Hát nagyon sajnálom. Ostobaság volt titkolni az érzelmeidet. Szerelmes vagy belém. Gyönyörű dolog, és oly romantikus. Nincs más választásom, ki kell használnom, hisz a férjem élete forog kockán. Leon értekezésének második betege a kórház zárt osztályán van, ő vitette be, mert azt mondta, veszélyt jelent a férjére. A közveszélyesek szárnyában van. Megyünk? Nem. Nem. Minek erősködni, ha a végén úgyis igent mondasz? A világ éppen olyan, mint tegnap, csak már tudjuk, mit érzel irántam. Az érzelem mirigyes rendellenesség, maga a káosz. Ha az érzelmek növények lennének, te botanikus kert lennél. Második eset. Pastora. Nem tűnik veszélyesnek. Az elmebetege külleme igen csalóka. Jó reggelt, pásztorra. Látogatóid jöttek. Elhozták a regényt? Látom, hogy nem. Hát elég baj az. Már vagy 65-ször olvastam. Jobban fújja, mint szegény Charlotte. Charlotte? Bronté. Charlotte Bronté, az írónő. Olvasott a nővérétől, Emilytől? Az üvöltő szelek? Olyan erős, ahogy mondják? Csodálatos. Amit a Pináról ír, ahhoz semmi nem férhet. Igen.
Dr. Pifaré vagyok. Meg kell vizsgálnom az esetét. Egy orvossal sem állok szóba. Maga Dr. Pardo paciense volt? Értette a kérdést? Én mindent megértek. Csak azt nem, hogy ilyen pofával méreget a cellámban. Én... Küldje ki őt, kérem! Magunkra hagynál minket egy percre? Majd figyelek. Lehet 40 kiló, én meg 70. Mit tehet ellenem? Azért itt leszek. Az ajtó előtt várok. Kiálts, ha szükséges. Nem lesz szükség önre. Tűnés! Nincs önnél zsebkendő? Mocskosnak érzem magam. Persze. Látom a jövőt. Él egy galíciai Marokkóban, aki sok rosszat fog tenni. Rájöttem, hogy mielőtt elvett volna, már hűtlenkedett. Amikor rájöttem, mi történt, teljesen elment az eszem. Kihabáltam, és kiköptem a levest, széttéptem az ingeket. A legjobb az volt, mikor hirtelen széttéptem a gatyáját. Ezt használta fel ellenem. Lefizette azt az undorító orvost, és ők ketten életfogytiglanra ítéltek. Ki volt ez az orvos? Hát Dr. Pardo. Fiatal. Csinos. Megnyitottam előtte lelkem rejtekeit. Cserébe írt egy papírt, hogy közveszélyes őrült vagyok. És emiatt azonnal be kell zárni. Rettenetes. A zsibongóban sok hasonló akad. A férjük záratja be őket egy aljas orvos segítségével. Így lehet leghamarabb megszabadulni egy asszonytól. Annyira sajnálom. Mi ez az illat? Magnóliás kölni víz. Tartsa meg. Köszönöm. Az apácák állatmódra tartanak. Meglátom, hogyan rendezem el a dolgot. Köszönöm. Kinek kell hálát adnunk a jó táplálékért? Az úrnak, nővérem. Maradék! Jó napot! Jó napot, a tulajjal szeretnék beszélni. Ki keresi? Hát Leon, de Dr. Pardo. Láttad, megfogta az arcát. Ő a szeretője. Egy elmeháborodott asszony vallomására alapozol. Épeszű, mint te vagy én. Kétlem, hogy te vagy én. Igen? Semmi. Nem a legjobb kor játszol a gondolattal, hogy belecsókolsz a nyakamba. Hogy lehetett Leon ennyire erkölcstelen? Mit fogadott el, hogy ilyen borzalmat tett? Egy vagyont? Nem, gazdagok vagyunk. Másról lehet itt szó. A tulaj nem tartózkodik itt. A tulaj rosszul hazudik. Menjünk. Itt nem lehet bemenni. Tényleg? Bocsássa meg. Nem, oda nem szabad bemenni. Na de, mit keresnek ezek itt? Megmondtam, hogy nem jöhetnek be. Kifelé! Tűnjenek innen! Kifelé, ha mondom! Kifelé! Takarodjanak a házamból! Tűnjenek innen! Tudja, hogy bejelenthetem? A rendőrfőnök lánya is odabent van. Jelentse be, ha úgy tartja úri kedve. Jobban kell vigyázni, jó? Jó napot, mit óhajt? Bosszút állni! Leon csupán átviszi a sérelmeit, az apja is kokainista volt, akár Sherlock Holmes. Talán Conan Doyle-t sem olvastad? Semmi bajod?
Oda az egyik lábam. Kificamodott a bokám? Nem, lebénult a lábam. Lássuk, próbáld megmozdítani. Mit akarsz? Hisztériás paralízisem van. A hisztéria nem bénítja le a végtagokat. Tudom, mikor bénulok le, és mikor vagyok hisztérikus. Most lebénult a lábam, és hisztérikus vagyok. Legszívesebben így hagynálak. Mondhatok valamit, nagyon rendes ember vagy, de kitör a frász tőled. Mintha nem e világban élnél, nem veszed észre, hogy változik a világ. Harry Ford napi 1000 automobil gyárt, és Edison bemutatta a hangos mozgóképet. A király megengedte, hogy a nők felsőbb iskolát látogassanak, én... Azt hiszem, elfogyt a víz. Gratulálok, én már apa lett. Az első gyerek, ugye? Mire megjönnek a testvérkék, addigra megszokja a kicsikét. Trónörökös. Fiú. Gyere ide. Gyere. Szeretném, ha maszkulin ősképet is látna. Érezze, hogy itt volt az apja, mikor született. Hisz nem is az apja. De a gyerek ezt nem tudja. És asszonyom tudja? Asszonyom, vonja vissza a szavait most azonnal vagy. No csak. Mert hogy? Bocsáss meg azért a csókért. A jó neveltséged mondatja ezt, vagy a gyávaságod? Azért, mert így gondolom. Tévedés volt. Azt hiszem, akkor hibáztál, mikor nem vallottál rég szerelmet. Szerelmes voltál Leonba? Igen. Még most is. Tagadod az érzéseidet, de tudod, hogy én mit érzek. Olyan reménytelenül fallikus vagy. Megsértesz, Alma. De úgy látom, fontos vagyok neked. Egyet mondj meg. Mondd, hogy van még remény is. Egy nap ott hagyod értem Leont. Vannak dolgok, amit nem kérnek, csak követelnek. Nem értelek. Nem értettelek. Égett szag van. Biztos miattam? A gyerek. Hé, mi történt? Szörnyű szaga van. Mi történt? Az úr kért meg, hogy égessem el. Engem kért rá. Nem. Engem kért. Honnan tudja, hogy kit kért meg, vagy kit nem, hiszen egész állónap holtrészeg. Holtrészeg? Kérem az üveget, amit a zsebében tart. Nem. Az a sajátom. És a likőrös szekreter kulcsát is. Menjen, nyisson ajtót. A szoptatós dajka lesz. Alma, szerintem vissza kellene feküdnöd. Hagyj békén. Várj, engedd meg. Engedj el! Látod? Mégis mi történik itt? Nem, megmondtam, együtt vannak. Olivia, légy szíves. Hát ez a gyerek, ne talán... Mindent megmagyarázok. És te? Gyere.
Olivia! Olivia, könyörgök! Olivia! Kérlek, hadd magyarázzam meg, nem úgy van, ahogy gondolod. Átírtam géppel a tézisedet. Két nap, 12 órát naponta tönkretettem a kezemet. Légy szíves, Olivia, kérlek! Azt mondtad, szűk vagyok. Nem tudtam, hogy mit beszélek. Igen, az vagyok. A nemiség csupán egy része a házas életnek, Olivia. Csak egy apró része. Jelentéktelen csekésség. Szerelmes vagy a testvérembe? Hol vannak? Csönd legyen! Olivia. Bár sosem mondtam, te vagy minden napom. Az életem. Nélküled nem vagyok. Olivia, szépen kérlek. Hadd térjek vissza. Könyörgök. Elutazhatunk valahová, Olaszhomba. Igen, na Olaszhomba, ott könnyű lesz a felejtés. Hogy házasok vagyunk. Na hát, tiszta vér az inged. Már megint azt, hogy nem jöhet be ide. Ne aggódjanak, vak vagyok. Alma. Hívni akartanak. Ne becsüld alá az értelmem, menj vissza bunyózni. Az kell neked. Nem volt rá lehetőség. Melyik Leon szekrénye? Az ott az enyém mellett. Alma, beszélnünk kell. Beszélnünk kell Oliviával. Légy szíves, elárulnád, mit keresel? Ki kell nyitnom. Nem ismered fel? Nem. Olivia Combider, ezt te nem ismered? A születésnapjára vetted. Én. Ducati készruha. Hát nem érted? Leon tézisének harmadik esete Ducati asszony, akinek péniszirítsége van. Így. Hogy lehet egy nőnek péniszirítsége? Olivia Ducati asszony. Mi? Az én Oliviám? Álmatlanság panaszával fordult hozzám. Laudánum cseppet írtam fel neki. Úgy tűnik, nagyon bevált, mert ezután rendszeresen feliratta. Aztán bevallotta, hogy a laudánumot nem ő szedi. Arra használja, hogy a férjét kábulat alatt tartsa éjszakánként. Én lennék a férj? Ki más? Kedden esténként még alszik, kiszököm. És hová? Kérdezem. Így válaszol. Ahol én lehetek, nem csupán az uram árnyéka. Miért lehet neki annyi mindene, és nekem semmi? Panaszkodik. Mire gondolt? Erősködöm. Nagyra becsülés, biztonság. Olivia nem egyszerű lélek. Fogalmat sincs, kit vettél feleségül. Megértem, Halkabit. Úgy ébredek, hogy... Fáj a fejem, kába vagyok. Igen? És milyenek a szerda reggelek? Magamra hagynál, kérlek. Persze. Ma is kedv van, nagyon vigyázz, hogy mit eszel. Mm. Mm. Oh.
Éget. Az enyém éppen jó. Az ajtó. Tessék? Nem hallottad? Valaki kopogott. Semmit se hallottam. Senki. Na, hát pedig tisztán hallottam a kopogást. Nagyon finom a leves. Adjon mindenit. Ha a nővéremnek és az uramnak viszonyuk van, jogom van tudni. Sonkás sajtos szendvics. Én ilyet tudok főzni. Kövesse azt az autót! Jó estét! Parancsoljanak! Jó estét! Jó estét! Dr. Pardo barátai vagyunk. Ismeri a szabályokat. Itt nincsenek nevek. Minden esetre az illető még nem jött meg. Jól van, akkor bent megvárjuk. Kit hív maga rossz férfinak? Pardon? Ez a jelmondat eleje. Kit hív maga rossz férfinak? Azt a fajtát, aki csodálja az ártatlant. És rossz asszonynak? Azt a fajtát, aki sosem unja el a férfit. Sajt van a bajuszodon. A lakosztálya az első szinten van. Menjünk. Köszönöm. Jó mulatást. Honnan tudtad a jelmondatot? Oscar Wilde, ha járnál színházba. Igen. Ismerős nekem ez a hely. Álmodtál róla? Én nem álmodom. Biztos bikákkal és hullámokkal álmodsz, és a nagy űrbe esel. Köszönöm, Dr. Freud. Olivia? Ismerjük egymást? Igen, nem. Tudsz tangózni? Igen, de már nem emlékszem. Későn érkeztetek. A bál 11-kor kezdődik. Köszönöm. A nejem transzvesztit a bálokra jár. Az élet csupa meglepetés. Na de hát ez undorító. Nem? Undorító. Nem, Salvador, a háború és a szegénység undorító. Ez csak az emberi lélek egy aspektusa. Menjünk. Hova? Ruhát kell cserélnünk. De kivel? Egymással. Egymással? Nem, soha. Mitől félsz? Veszélybe sodornád a híres férfiasságot? Nem ugyanaz a méretünk. Hogy ne lenne ugyanaz a méretünk? Nemrég szültem. Nem. Nem öltözöm női ruhába. Hát ne öltöz női ruhába. Nekem olyan mindegy. Te szépen itt maradsz alsógatyában. És gyötörheted magad, elképzeled, mit csinál Olivia. Én lemegyek.
Nem jön rám a cipőd. Gyere, mezítláb. Mezítláb. És még te mondod, hogy nem álmodsz. Jó estét! Táncol? A nejem örömmel táncolna az önnejével. Miért is ne? Maga vezet, vagy én vezessem? Elnézést, nem tudok táncolni. Akkor én vezetem. Hm? Kedveli a bikaviadal? Nem. Hát a pelótát? Az sem. Jövő nélküli sportág, én a boxot kedvelem. Ki gondolná? Negem. Az én nevem Daphne, és a magáé? Charlotte. Istenem. A lábára léptem? Nem, nem, kérem, csak megszédültem. Akar lepihenni? Ha kérhetem. Hozzak egy púcsot. Ne, ne fáradja. Akkor felkísérem. Kérem azt a púcsot. Ezt inkább nekem kellene kérdeznem. Hiszen ez csak egy jelmezbál. Tényleg? Igen. Akkor ideje levenni az állarcot. Legyen kedves, ne molesztálja. Szállj le róla, boszorka, a férje vagyok. Attól tartok, én vagyok a férje. Francis, légy szíves. Olivia. Itt a puncs. Leona bizalmasom volt. Elmesélte neki, semmi több. Az alsó nemű a szekrényében van. Abban szokott eljönni ezekre a bálokra. Ő vitt bele ebbe az egészbe. Nem. Fordítva. Fordítva? Fordítva. Istenem. Mikor hazatértetek Bécsből, olyan szenvedélyesen beszéltetek a pszichoanalízisről, hogy segítséget kértem. Nagyon összezavarodtam. Azt hittem, bűnös vagyok. Pár alkalommal jártam nála. Hipnózist is alkalmazott. És minden kiderült. Megdöbbentett, hogy azt kérte tőlem, vigyem el ezekre a bálokra. Azt mondta, a kutatásaihoz van rá szüksége. Terepmunka. Ez volt a nyáron. És soha nem derült ki, egész máig. Tudom, Leon imádott táncolni, én pedig olyan... Leon férfiakkal szokott ismerkedni. Induljunk haza. Nem. Én Francisszel tartok. A szállodába, és aztán Párizsba. Tessék. Holnap után. Nem. Nem, nem, Olivia. Édesem, itt sosem lehetek boldog. Undorító porfészek. Párizs az univerzum központja. Ott festőkkel fogunk találkozni. Gertrude barátnőnk, Coco barátnőnk. A józanész pedig azt diktálja, hogy vigyem haza a nejemet.
Nem okostál épp elég kárt azzal a hatalmas pénisszel? Minden rendben? Várj meg a taxiban. Már nem akarom megtalálni. Élje az életét, legyen boldog. Nem engedem visszatérni ebbe a lakásba, még a könyörög akkor sem. Esküdj, hogy elviszel Argentínába. Esküdj, hogy szeretni fogsz. Esküdj, hogy vigyázzon rám és a fiamra. Még mindig őt szereted? Nem. Minél több borzalom derül ki, annál jobban szereted. Dehogy is. De igen. Az olvasmányaiban hemzsegnek a hozzá hasonlók. A te nagy szerelmed a könyvekben él, nem hasonlít rám, én bárányokat számolok lefekvés után. Add vissza a nadrágomat, elmegyek. De hová? Megkeresem. Megmondtam, hogy nem érdekel. Nem nyugszom, míg nem találom meg. Ez az egyetlen, amit érted tehetek. Az egyetlen, mit nem értesz rajta? Nem arra született, hogy átlagos legyen. Nem kell neki otthon, család, rendezett élet. Hát nem érted? Egy napon, ha rádöbbensz, hogy milyen felületes egy ember, magad is rájössz, hogy te vagy a legostobább nő a világon. Az első találkozónkon a páciens igen elutasító merev. Ez abszurd, doktor úr, mondja. Mire jó, hogy visszaemlékszünk arra, amit feledni akarunk? ...1885 a segítő nővérek árvaház számára beadott gyermekek listája. Szeptember 2-a, Noel kezd felengedni. Már nem szégyel játszani velem, így nevezi a találkozásainkat. Közlöm vele, hogy hiszek a kezelésében, és javaslom, keresse fel a vérszerinti anyját. A vérszerinti anyját. Szeretnék elvinni néhány bőröndöt Olivia Mira asszony megbízásából. Október 5-e. Noel ma szörnyen izgatott. Elmondta, hogy megtalálta az anyját egy bordélyban. Egy bordélyban. Egy bordélyban. Lássak csak. El Mingarro. Kérem a kalapom, Mingarro asszony. Ne. Kérem, azt hagyja. A szemem előtt volt, és nem jöttem rá. A sógoromhoz megyek a kórházba.
kis ribanc. Most láttam azt a szemét, aki lement aznap, Leon eltűnésének napján. Az apád? Most már a végére kell jutnunk. Nem. Nekem már nem fontos. Nem vagyok kíváncsi rád. Persze ellenem fordultál. Én? Hiszen hozzád se szóltam. Én csak a gyerek miatt maradok a háznál. Szerettem volna, ha észhez tér. Mert nem viselkedett férfi módjára. És miért kellett volna rád hallgatnia? Te férfi módra viselkedtél, amikor kellett. Luisa. Luisa, pár órán belül megérkezik Dr. Freud. És megígértem a kórházi tanácsban, hogy Leon előadást tart neki. Téged az se zavar, mekkora bajt kavartunk. Szerintem dolgoznia kell, és mindent elfeledni. A felejtés könnyen megy neked, gazember. Ne mondj ilyet. Te mocskos gazember. Aljas. Ne mondj ilyet. Förtelmes, degenerált alak. Pávián. Ne mondj ilyet. Ne mondj ilyet. Túl sok kölnit használsz. Egyet a piros sapkás kislánynak, egyet a zöld sapkás kislánynak. Én őt követem, te pedig őt. Nagy úr, adjon egy 20-ast! Nesze! Doktor Mira! Doktor Mira! Itt van a sajtó! Doktor Freud, nem sokára itt lesz! Na és az aperitívek? Ott vannak! Menjünk! Alma! De honnan tudtad meg, mit keresel itt? Jó napot. Jó napot. Parancsoljon, tessék, kérem. Szervusz. Jó napot. Első látogatás, ugye? Igen. Igazából azért jöttem, mert... Gyönyörű szempár. Köszönöm. Tessék, foglaljon helyet. Voilà. Üljön csak le. Tudja, hogy a francia csókot is vállaljuk. Tényleg? Nyugalom, nem lesz semmi baj. Csak ezért jött, nem? De... Na, várjon egy kicsit, azonnal idehozom önnek, amire annyira áhítozik. Írok majd neked. Megírom, milyen érdekes embereket ismertem meg. Jó. Annyit írok, hogy sárgulni fogsz az irítségtől. Olivia, indulnunk kellene. Figyelj csak, mondd, mégis milyen egy nővel? Az olyan... Tudod, így a legjobb élvezet örökké eltart vele. Modigliájának állok modellt. Igen? Igen. Tröstlich, verzeihen Sie. Guten Abend, Dr. Freud. Guten Abend. Ganz reizend. Was ist Freud? Igen. A képen idősebbnek tűnik. Elég, lányok! Új látogatónk érkezett! Induljatok! Bemutatom Violettát. Neki van a legkedvesebb szája a városban.
Na, tetszik? Er ist ein Besuch in Barcelona. Ja. Ich möchte die Werke Gaudis kennenlernen. Zum Beispiel der Psychoanalyse in Bezug auf die Architektur. Haben Sie seine Häuser gesehen? Gaudi ist kein Exzentriker, sondern ein Genie. Wahrscheinlich haben Sie recht. Aber Foto. Nem ezért jöttem. Ne. Én egy barátomat keresem. Én nem akarom, nem. Miért hozta ide a gyereket? Mert a fiad. Látni sem akarom. Vissza kell jönnöd. Nagyon különös dolgok történnek. Álma és a sógorod közt. Álma? És Salvador? Igen, igen. Elhozta nekem. Minek ez neked? És most menjen. De mit akarsz ezzel? Kérem, távozzon, anyám. Anyám. Nem akarod megfogni a fiadat. Legalább egyszer. Ellen. Leon! Már csak ez hiányzott. Én semmit sem mondtam. Tudtam, ha valaki képes lesz megtalálni, akkor az te leszel. Drága jó barátom, szeretett barátom. Leon, ki foglak vinni innen? Ahogy Szent György megszabadult a sárkánytól. El innen. Meg fogom ölni Freudot. Mit szólsz hozzá? Síralomházban fogod végezni. Előbb vagy utóbb hálásak lesznek érte. Nevetséges vagy, engedj el! Hiszel Istenben? Leon, csak engedj el! Ne, csak válaszolj. Hiszel, vagy sem? Igen. Mivel a létezése bizonyított tény, vagy mert szükséged van rá? Mert rettegek tőle, hogy nincs semmi a halál után. Egy Isten nevű felettesénnel győzöd le a félelmedet. Hogy átadhatod magad? Az igazság elviselhetetlen. Leon, ne szórakozz már, engedj el! Erre ide jön az a féle szűzsidó, és azt mondja, hogy nyissuk ki a szemünket. Mászunk bele a belsőnkbe, álmainkba, gyerekkorunkba. És én, akitán a modern idő quintesszenciája vagyok, észvesztve rohanok Bécsbe, és térdre esek a Bergstrasse 19-es szám előtt. Felnézek a nagy ember arcába, és azt mondom, mester, vezessen. Fél évvel később visszatérek, azt hiszem, én vagyok az új tudomány apostola, és elkezdek dolgozni. Ráakadok az első kísérleti nyulamra, Tortólára, tökéletes. Egy nő, aki azért jött világra, hogy meggyötörjék. Jó kezdődött az egész. Már olybá tűnt, megszabadul. Ekkor rájöttem, hogy megejtett. Megigézett szexualitásának különös kiélése. Ki akartam próbálni? Felfedeztem a megaláztatás fájdalmát. Rájöttem, azért élünk, hogy meghalljunk és pusztítsunk. Mit akarsz? Figyelj csak, fontos lehet. Második páciensemért drágán megfizettem. Pastora? Igen. A legtöbb találkozáskor szörnyen boldogtalannak láttam, nyomorultnak, gyávának, szegényesnek, máskor meg egyenesen ragyogott. Megváltozott. Rájöttem, hogy drogozik. Titokban dézsmálta a férje készleteit, ami a klientúra ellátásához kellett. Megnyílt előttem. Egy új univerzum.
A férje persze rájött. Ő lett a szállító, minden pénzem ráment, még az is, amit Alma a gyereknek rakott félre. A következő lépcsőt nem kerestem magamnak. A te drága Oliviát. Annyit beszélt rólad, a végén nem volt este, hogy nem veled álmodtam volna. Csodálatos álmokat. Még etten a ringben. Segítettem elfogadni a fantáziáit. Megtaláltam a tökéletes ürügyet, hogy én is elfogadjam a sajátjaimat. Azt hittem, én vagyok a legmodernebb és legboldogabb a Földön. Freud kinyilvánította az emberi faj biszexualitását, és én voltam rá a legjobb példa. Hála tézisemnek és betegeimnek sokat megtudtam saját magamról. Ám nekem az sem volt elég, mindig több kellett. Elkezdtem felcserélni az orvost és a beteget. És kitaláltad Noelt? Ahogy Ecclesiastes mondja, a több tudás tudásvágyat kelt, és ez igaz. Hiszen analizáltam nevelő szüleimet, és a pszichoanalízis segítségével rájöttem, hogy egy szadista önimádó nevelt, meg egy frigid kasztráló. Mit csinálsz? Talán nem érdekel, amit mesélek? De érdekel. Megöllek téged, és magammal is végzek. Azt hiszed, elment az eszem? Nem. Szerintem egy abszurd játékba kezdtél, de minden bajra van orvosság. A vérfertőzés? Arra is van orvosság? Ezt nem értem. Nyomozásba kezdtem. Itt találtam meg vér szerinti anyámat. Elmondtam, hogy a fia vagyok, és elmondta a történetét. Semmi különlegesség. Cselédlány volt egy jó háznál. Beleszeretett a fiatal úrba, azt teherbe ejtette, és kirúgták. Apám felül érdeklődtem. Azt mondta, hogy meghalt, de hazudott. Én erről nem tudtam, beszélgetni akartam vele. Visszakapni az elveszett időt. Így rendes munkát ajánlottam a háznál. Nagy hiba volt, mert azon a napon, tudd meg, azon a napon... Mit keresel itt? Egy pillanat. Hogy egy pillanat? Abban maradunk, hogy Alzheimer úrért a szállodába megyünk. Mingáro asszony, az ingemet! Leon! Nehéz döntést kellett meghoznom a kórházzal kapcsolatban. Parancsoljon. Jut eszembe, nem tudom, ismerik-e egymást. Ő dr. Mira, az apósom, Alma apja. Jó napot. A mindenségét. Anya! Anya? Mit csinálsz? Ő Alma apja. És a tiéd. Te Luisa vagy? Hát maga... Sst. Az apám? Az apád és az apósod. Hát akkor Alma a... Sst. Tudod, mit mondott a nagy orvos? Álljak két lábbal a földön, bocsássam el, és tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Rúgjam ki őt. És aztán felkínálta nekem a posztját a kórházban, amely poszt téged illetett volna meg. Néhány hét alatt, hála Freudnak, tudtam az igazat. Én mazoista vagyok, magamutogató, drogfüggő, erkölcstelen. Transvestita, az anyám ribanc volt, az apósom, az apám. Közben felcsináltam a hóvomat, és életem nagy szerelme. A testi-lelki jópajtásom te vagy. Most már te is értheted. Már minden mindegy. Ha nem végzek vele, végez az emberiséggel, és mivel nekem úgy is mindegy, valakinek meg kell őt állítania. Kérem, szabad egy fotót? Nagy mosolyt kérek. Kérek, igen. Köszönjük. Kedvesem, nem láttad a sógoromat? Legutoljára úgy két hete láthattam, és bármilyen élteskort is élek meg, nem hinném, hogy elfeledem őt. Kocsit, de gyorsan! Segítség! Felség! Kollégák, a Pszichiátriai Társaság baráti körének szeretett tagtársai! Hadd mutassam be dr. Sigmund Freudot!
Abend werde ich zu Ihnen über meine neueste Arbeit sprechen. Ma este a legújabb munkámról szeretnék beszélni. Totem und Tabu. A Totem és Taburól. Megengedi? Segítség! Segítség! Vigyázzon, felség. Lehet, hogy egy anarchista. Felség. Egy ember meg fog halni. Das primär objekt, sexuelle Begierde. Könnyű megfigyelni, hogy az ausztrál benszülöttek között is az elsődleges tárgy, melyre a szexuális vágy irányul. Ein Inzestobjekt ist. Verkörpert von der Mutter oder der Schwester. Vérfertőző természetű, hiszen az anyára irányul, vagy a lánytestvére. Bei den Wilden ist diese Begierde so intensiv, dass sie sich vor ihr schützen mussten. Und zwar durch eine Anzahl von Normen und Verboten. A természeti népek olyan intenzíven élik meg ezt a vágyat, hogy kénytelenek védekezni ellene. Egy sor szabály és tiltás bevezetésével. Und sie nannten sie Tabus. Amit úgy neveztek el, tabu. Ha Melanéziában véletlenül találkozik egy fivér és egy nővér, akkor el kell rejtőzniük, vagy elszöknek. Wenn der Bruder die Spuren seiner Schwester im Sand entdeckt, so darf er ihnen niemals folgen. Ha egy fivér felfedezi a homokban a nővére nyomait, nem szabad követnie. Und so sind zahlreiche Gebräuche entstanden aus einer furchtbaren Angst. És így rengeteg szokás alakult ki. Egy rettenetes félelemből. Vor dem Inzest. A vérfertőzéstől. Fassen Sie sie nicht an! Aki nem akar megsérülni, lépjen odébb rajtól! Leon! Álljon arrébb! Maga is könnyen megsérülhet. Az apagyilkosságra születésünk óta állítozunk. Álljon félre! Azt mondta, hogy szívesen beszélne veled. És sage, dass sie sie umbringen werde. Es ist ein Segedor de Jung. Doktor, lassen Sie das. Kommen Sie, kommen Sie. Salvador! Mit ácsorognak itt? Hívják a csendőrséget, hogy valami... Segítség! Salvador! Leon! Tönkretette az életünket, Alma! Fel a kezekkel! Hagyja az asszonyt! Az igazság nem tesz szabaddá. Engedj már el! Egyszer már elengedtelek! Nem fogom őrültek házában végezni. A csillag! Dr. Freud, gondolom.
Még ezt is el akarják venni tőlem. Az unokám holnap megy Buenos Airesbe. Kérem, Pardour özvegye. Kérdezze meg az őrmestert odafenn. Levél Pardour özvegyének. Hogy állnak a dolgok? Jól. Bár nem hinném, hogy képes lennék hajóra szállni. Most olvastam, hogy elsüllyedt a Titanic. Na, mit bámul? Isten! Mit is mondtál, hogy hívják ezt? Franciázás. Mire gondolsz? Hogy a szexuális vágy soha nem tűnhet el két emberi lény között, és örökké felébred. Nekem mindegy. Tényleg? Ha most meghalnék, boldogan halnék meg. Új élet vár minket az új világban. Ha te mondod, te kis cserfes. Tudod, mi vagy te? Gyönyörű. Az új világ. Nem lesznek apák. Se anyák. Se gazdagok. Se szegények. És a legfontosabb, nincs pszichoanalízis. Iszonyú. Figyelj. Ide hallgass. Tényleg azt hiszed, hogy köztünk lehet ugyanolyan? Nem, sokkal jobb lesz. Mert a tiéd nagyobb. (1914) Miközben Angliában a rendőrség kék harisnyák ellen emel vádat, Spanyolországban már minden 10 nőből 4 tud olvasni és írni. Franciaországban a Nobel-díjas Marie Curie intézetet nyit a saját nevén, Matahari pedig 1000 frankot kér ügyfeleitől egy elegáns párizsi bordélyházban. Egy olasz drogos kijön kizárólag csecsemőknek ajánlott parfümjével, amit a vagyonos rétegek nagy örömmel fogadnak. Az elismert feminista Alma Mirai és dr. Salvador Pifarré bevezeti Argentinába a pszichoanalízist. A hálás argentin nép ezt a tangót ajánlja nekik. Magyar hangok. Selmeci Roland, Németh Borbála, Németh Kriszta, Revicki Gábor, Andai Györgyi, Dolmány Attila, Farkasinszki Edith, Rutkai Laura, Solecki Janka, Németi Mari, Bácskai János, Kapácsi Miklós, Beratin Gábor, Esznagy Ildikó. Magyar szöveg Frenkel Gergely, hangmérnök Johannis Vilmos.
Vágó Göbjös Attila, gyártásvezető Kincses Tamás, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A szinkront a Cinemax megbízásából az HBO készítette. Produkciós vezető Végögön. Tú y yo no somos tú y yo, sino dos locos inconscientes. Si tú eres cara, yo cruz, si yo sombra, tu luz, sin razón, cuerpo y mente. Aunque nuestro amor lo ha puesto todo ahora del revés, vivir es poner mi mundo a tus pies. Y andamos surcando el mar en busca de una nueva vida. No mires el reloj, ahora vamos los dos a buscar la salida. Entre tú y yo hay tanto que debemos descubrir. Amar es al fin vivir.